A felsőházi rájátszásban utolsóként a Nyíregyháza Blue Sharks és a Vasas is elkezdte a legjobb négy közé jutásról döntő párharcot. Az alapszakaszban a fővárosiak hazai pályán 82-73-ra legyőzték a cápákat, akik viszont 85-72-re nyertek a Continental Arénában. A két meccsből azonban felesleges kiindulni, mivel a tapasztalatok azt mutatják, hogy a playoff-val egy új bajnokság kezdődik. Az alapszakasz mérkőzéseken belefér egy-két vereség, egy rájátszásban nem. Amikor két győzelemig tartó ez a párharc, mint ahogyan a mi rendszerünkben is van, akkor még kevésbé fél bele egy olyan vereség, amit nem szeretnénk, soha nem szeretnénk, de amivel nem számolunk. Éppen ezért mindenféleképpen arra kell törekednünk, hogy magabiztosan és tudatosan tudjunk kosárlabdázni. Számunkra mindenféleképpen pozitívumot jelent az, hogy a bajnokság vége felé, itt az alapszakasz vége felé, négy mérkőzésen is úgy kellett pályára lépnünk, hogy ha nem nyerünk, akkor elveszítjük az alapszakasz harmadik helyezésünket, és szerencsére nagyon szépen, tudatosan tudtuk hozni ezeket a találkozókat, úgyhogy bíznék abban, hogy ugyanilyen koncentráltan és ugyanilyen hangulatban fognak majd a srácok odaállni a pályára, ahogyan ezt tették az alapszakasz végén. A nyíregyházi csapat csak kedvtől tud teljes kerettel készülni, mivel a játékosok többsége korosztályos, illetve egyetemi meccseket játszott az elmúlt napokban. Létszámhiányban szenvedtünk, hiszen a juniorok ugye a junior csapattal edzettek, illetve voltak olyan edzések, amikor kevesen voltunk, mert az egyetemisták ugye Sopronnál játszottak, de mindenképpen nyerni szeretnénk a Vasas ellen, és úgy is készülünk, hogy nyerjünk. A csapatkapitány Nagy Krisztián szerint fontos, hogy már az első mérkőzésen tudatosítsák ellenfelükben azt, hogy csak a cápák léphetnek tovább a párharcból. Mind a két csapat nagyon erős a hazai pályán, a saját környezetében. Talán egy kicsit számíthat az, hogy a Vasas is másik terembe játszik, mint az alapszakaszba, hiszen terem problémák miatt a pasaréti csarnokba fogunk kellene kijátszani. Nagyon fontosnak tartom az első mérkőzést, hogy megmutassuk a hazai pálya előnyét, illetve azt, hogy hazai pályán igenis tudunk úgy dominálni a rájátszásba is, ahogy azt tettük az alapszakaszba, de biztos vagyok benne, hogy a Vasas fog a körömmel fog harcolni, és ugyanazt az agresszív játékot fogja játszani, mint itt az utolsó mérkőzésen. Már ugye a szabályosság határait is felrúgva mindennek fognak tenni azért, hogy elvegyék a pályaelőnyünket. Készülünk rájuk, próbálunk új dolgokat átvenni, és felkészülünk a mérkőzésre. A Nyíregyháza Blue Sharks Vasas mérkőzés csütörtökön 18 órakor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsei Televízió nézői pedig pénteken 20:55 perctől láthatják a találkozót.